Tisztelt honfitársam, önhöz szólok, aki valamely állami szervnél egészségügy, gyermekvédelem, szociális oktatás, vagy bármely más területen dolgozik, nap mint nap arra kényszerül, hogy a Covid-oltással vagy létszámcsökkentéssel fenyegetve szó nélkül eltörjék a megaláztatásait. Fizetése évek óta nem, vagy csak jelképes összegben emelkedett, amire válaszul azt kapja, örüljön, hogy egyáltalán van hol dolgoznia. A munkáját mindezek ellenére a legjobb tudása szerint lelkiismeretesen és becsülettel végzi, mert tudja, ha ön kiesik, akkor a feladatai a többiekre hárul, és előbb-utóbb a kártyavár összedől. A kormánnyal ellentétben nekünk fontos az ön véleménye, még akkor is, ha nem a Mi Hazánk szavazó táborához tartozik. Az ön biztonsága érdekében létrehoztunk egy anonim bejelentő felületet, amit a Facebook oldalamon, a honlapomon és a videó leírásában található linkre kattintva érhet el. Ezeken keresztül, név nélkül, bátran megoszthatja véleményét, tapasztalatait, amit az őszi ülésszakban a parlament elé terjesztünk. Az a kérésem, hogy a bejelentését az otthoni gépén tegye meg, hogy a munkahelyén ne tudják lekövetni. Higgy el, a rendszer működése nem a kormányon múlik, hanem önön. Épp itt az ideje, hogy ezt tudatosítsuk a kormányban.